Szentendre iskolások Kisorosziban több mint 300 barcsais diák tanulta meg a golf rejtelmeit Sárközi Richárd PGA edző segítségével. Kisorosziban egyébként patversenyt is rendeztek a gyermekek számára, ami valahogy így nézett ki, nekik jobban ment. Szentendrétől mindössze 20 kilométerre található a Magyar Golfklub pályája Kisorosziban. Sárközi Richárd profi golfedző ide a Magyar Old Course-ra invitálta a Barcsai Jenő általános iskola diákjait, hogy próbálják ki a golfozást. A legtehetségesebb gyerekek egy házi versenyen vettek részt. A gyerekek nagyon szeretik, hogyha a testnevelés óra unalmán vagy hagyományos feladatain kívül valami egyéb sportágba is belekóstolhatnak, így a golfnak is nagyon örültünk. Én mikor bementem, azt gondoltam, hogy 3-4 osztály maximum jelentkezik erre a programra. Meglepetés volt, mert 13 osztály csatlakozott ebbe a programba, az nagyjából ilyen 300 és 350 gyereket von ez maga után. Annyit tudtunk, hogy itt Kisorosziban működik ez a golfklub, de egyéb információjuk nem volt. Maximum azt, hogy hogyan játsszák, vagy tévében láttak már ilyet, de mást még nem tudtak róla. Én tényleg köszönöm a szülőknek, illetve a gyerekeknek, a tanároknak, az iskolának, hogy engedték ezt a lehetőséget, hogy bemenjek. Szerintem mindenkinek nagyon tetszik az iskolában, mi 5 alkalmat tudtunk részt venni, 5 alkalmas oktatáson, és péntekről péntekre az én osztályom is nagyon várta, nekem másodikos osztályom van, hogy újra golfozhassunk, és keveselték az 5 alkalmat is még. Természetesen a szülők is kedvet kaptak, és kipróbálták a hosszú ütéseket a driving range-en. De azért a verseny szempontjából mégiscsak a szentendrei gyerekeké volt a főszerep Kisorosziban. Mindenki, én azt gondolom, hogy teljesen pozitívan megy haza, mert egy olyan élménye lett gazdagabb. Egyrészt, hogy a tehetséges fia, illetve kislánya részt vett ezen a döntőn. Ez azért már egy 5 ilyen selejtező, és itt van a döntő. És azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy nagyon pozitív és dicséretes, hogy idáig eljutott. Látványosan ügyesedtek egyik alkalommal a másikra, ez akkor derült ki, amikor az 6. alkalommal kijöhettünk ide a Kisoroszi pályára, és a pályán is élesben is kipróbálhatták, hogy milyen ütni tényleg egy ilyen lukba. Az én fiam nagyon-nagyon lelkesedik minden sportágért, ami újdonság és változatosság, és pláne, hogy különleges, és lássuk be, a golf azért ez egy különleges sportágnak számít szerintem még Magyarországon, úgyhogy nagyon örül, hogy itt lehet és meghívást kapott erre a házi versenyre. A legtehetségesebb gyerekek hazai és nemzetközi versenyeken is elindulhatnak majd, sőt, céltudatos munkával később akár egy egyetemi golfösztöndíj is elérhetővé válhat számukra. A fiam kapott egy üzenetet Floridából, egy egyetemről, hogy szeretnék, hogyha ő egyetemet választ, hogy az ő egyetemüket választaná. És azért nagyon-nagyon-nagyon jó dolognak tartom ezt az egészet, mert látom, hogy van értelme ezzel foglalkozni, illetve mindenkinek ott van a lehetőség. És ha annyit tudok tenni, hogy pár gyerek kap lehetőséget ösztöndíjjal Amerikába, a golfon keresztül, akkor én azt gondolom, elég sok mindent tettem ezért a sportért.